Hát először is szeretettel köszöntök mindenkit, aki eljött meghallgatni Solymosi professzor úrral, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjával történő beszélgetésünket, életének pályájáról és fontosabb állomásairól, amit ez a gazdag kutatói pályafutás majd elénk fog tárni. Számomra nagy megtiszteltetés, hogy a beszélgetés házigazdája lehetek. Nemrégen olvastam egy híres svájci pszichológusnak a könyvét, Jungnak a könyvét, aki hát azt jegyezte meg a könyvében, hogy a beszélgetésre olyan nagy szükség van az ember életében, és az egészséges lélek a beszélgetést ugyanúgy igényli, mint ahogy az élő szervezet a levegőt, és úgy tűnik, hogy a modern ember valahogy elfelejtette ezt a megjegyzést, és a sok kihívás, ami az embert éri az életben, egyre inkább oda vezeti, hogy azt mondja, hogy hát sajnos erre már igazán nincs idő. Talán ezt a hiányt kívánta pótolni, vagy hivatott pótolni az a rendezvény sorozat, amelynek az a címe, hogy Akadémikusok nyakkendő nélkül. Ennek a keretébe kerül sor erre a megbeszélésre is. Az utóbbi rész, tehát a nyakkendő nélkül azt jelenti, hogy ez a beszélgetés kötetlen és baráti jellegű. Hát ezek után mindjárt, kedves professzor úr, föltenném az első kérdést. Milyen volt az értékrend a családban, ahol felnőttél? Milyen hatások értek a családban, és milyen volt a középiskolás, milyenek voltak a középiskolás éveid? Na, mielőtt a kérdésre válaszolnék, én is köszönöm a barátaimnak, ismerőseimnek, hogy eljöttek erre a mai megbeszélésre. Az élet előre haladtával az ember nem szívesen ünnepel jelentős éveket, születésnapokat. Én az elmúlt évtizedekben mindig igyekeztem legalább jó hatásfokkal elbagatelizálni a születésnapokat. Most véletlenül az én születésnapom, a 60. születésnapom összeesett ezzel a mai beszélgetéssel, de ez egy egészen véletlen, így most nem tudtam ezt igazából elbagatelizálni. Na most a Gyuri barátomat megmutatta, hogy milyen kérdéseket fog nekem föltenni, amire én persze készültem, de úgy van mindig, amikor jönnek a kérdések, akkor nem totálisan elfelejtő, hogy mit is akar mondani. Úgyhogy mégiscsak az ember ilyenkor kénytelen rögtönözni. No, tehát a család az egy érdekes volt, mert én a szüleim Kisterek, Algyő, Dorozsma útvonalat követték, és sajnos édesapám jegyző volt, édesanyám pedig tanítónő, 6 éves korukban elváltak. Úgyhogy amikor 6-7 éves koromban én édesapámhoz kerültem, tehát igazából a családi élet melegségét ezt én nem nagyon éreztem. Tehát ugye ketten voltam édesapámmal, ő időnként jó elpüfölt, akkor édesanyám az 3 házzal lakott arrébb, akkor én gyorsan átmentem oda, és akkor megvigasztalottam. Na most igazából azért a családi légkört azt én a nagyszülőknél éreztem, hogy édesanyám szülei azok Endődön laktak, őnek is volt 7 testvére, apámnak is volt 5, de ők meg Pesten laktak, és az ő szülei már nagyon hamar meghaltak. Tehát én Endrődön éreztem azt, hogy mit jelent a családi melegség, mit jelent az, hogy család. De ez egy katolikus család volt, 2 jezsuita nagybátyám is volt, egy keresztény demokrata képviselő is. Tehát nekem életében senki nem mondta azt, hogy én legyek hívő lélek, senki nem mondta azt, hogy én járjak templomba. Nagyanyám időnként megkérdezte, ugye fiam, te is pap leszöl, és akkor ezzel kibújtam ezzel a tanács alól. De ez ugye belénk ivódott, tehát ez senki ugye nem próbált bennünket ebbe az irányba befolyásolni. Nem vagyok benne biztos, hogy ez a módszer most is hatásos, és lehet, hogy az én 2 gyermekemnél már más módszerrel kellett volna őket befolyásolni. No, tehát én Dorozsmán éltem az elemiskolás éveket, és ugye nem volt gimnázium, tehát 41-ben bekerültem a Piarista gimnáziumba, internátusba, akkor ugye az volt a szokás, hogy még ilyen közeli falvakból is inkább beküldték a gyerekeket internátusba, és végig tulajdonképpen internátusban laktam, tehát a szüleimmel ugye minden hónapban esetleg egyszer-kétszer találkoztam szombaton, vagy pedig a nagy ünnepek alkalmából.
ez egy nehéz időszak, nem tudom, hogy aki ilyen internátusban töltött 6-8 évet, az tudja azt, hogy ott bizony megedződünk, mert nincs a mama meg a papa, aki segít bennünket, és emlékszek arra, hogy esténként bizony arról ábrándoztunk, nem mint hogyha kopartunk volna, de hát ez fiatal gyerek mindig éhes, hogy milyen jól lenne, hogyha ez a vaságy a kolbából lennének, és ilyen álmaink voltak, tehát a mi gyerekeink az édesen nem is tudják ezt, nem biztos, hogy jó, hogy nem tudják, tehát más légkörben nőttek föl, mint mi, akik ugye elszakadtunk eléggé korán a családtól. Hát talán egy kicsit mennénk tovább, hogy haladjunk is, mert elég sok kérdés van, ami itten hát megbeszélés tárgyát képezi. Milyen hatások alakult ki benned a vegyészet iránti szeretet, és milyen volt a bejutási lehetőség az egyetem vegyészi karára abban az időben, és hát milyenek voltak az egyetemi éveid? Igen, most még talán az előzőhez visszatérve, tehát én a Piarista gimnáziumban jártam, itt még van néhány osztálytársam is, a Vajer Péter többek között. Tehát ez egy nagyon nehéz gimnázium volt, és biztos nagyon jó gimnázium is volt. Nagyon sokat izgultunk, arra emlékszem, hogy állandóan feleltettek bennünket, nem tudom most hogy van, de volt egy kis notesz, hogy a minden tanárnak, és ott állandóan ugye nézte a névsort, és borzasztóan izgultunk mindig, hogy mostan megúsztuk a felelést, vagy nem úsztuk még. Tehát állandóan nadrágomat így dörzsölgettük, ugye, hogy lehetőleg ne szólítson fel bennünket. Tehát végig izgultuk azt a 8 évet, de ugyanakkor egymás butaságain jól szórakoztunk is. Én még talán ezt hozzá kell mondani, hogy akkor már valahogy kialakult bennem az a gyors reflex, hogy ha mondjuk valami olyan esemény történt az osztályban, amire érdemes volt reflektálni, akkor én arra reflektáltam hangosan. A Türkösi volt a barátom, akivel ő is ilyen szokása volt, és egymás mellett ültettek bennünket, tehát a második padba ültetett bennünket az osztályfőnökünk. Ez azért volt neki jó, mert hogyha, nem tudom, Péter emlékszel rá, amikor ilyen beköpéseket, ugye nem tudtunk ellenállni a beköpéseknek, ugye, akkor az osztályfőnök odajött, és akkor ugye húzta a hajunkat föl, ez úgy ment hosszasan. Ugye. Tehát ez a reflex ez később is bennem maradt azért. No, tehát a gimnázium az egy nagyon jó gimnázium volt, és rosszat nem is akarok róla mondani, de kémiát azt nem hallgattunk, mert a kémia tanárunk, vagyis hallgattunk, bocsánat, a kémia tanárunk akkor végezte az egyetemet, akkor tanulta ő is a kémiát. És által elég sokat betegeskedett, tehát a szerves kémiáról egy mukkot nem hallottunk, és tehát nagyon sok óránk elmaradt. És ez egy borzasztó jó dolog volt, és azt gondoltuk sokan, mert öten lettünk vegyészek az osztályból, vagy hatan, hogy ez egy ragyogó terület, itt nem kell nagyon sokat dolgozni, mert mindig elmaradt, tehát itt mindig vagy futballoztunk, vagy métáztunk az udvaron, tehát ez nagyon jó indult tulajdonképpen a kémia, és hogy ember, hogy miért lett kémikus, ezt nem tudnám válaszolni, mert senki nem mondta, hogy kémikus legyek, valószínűleg azért, mert tudtuk azt, hogy mit csinálnak a jogászok, tudtuk azt, hogy a tanároknak mi a kötelessége, az orvosokról is sokat tudtunk, de mit csinálnak a vegyészek, erről halvány fogalmunk nem volt, tehát ez egy ilyen csodálatos pályának tűnt, ahol sok tele van rejtelemmel, tehát ezt ki kell próbálni. Na, ennek ellenére ugye én jelentkeztem orvosnak, még vegyésznek is, tehát a gimnáziumunkat a 8. gimnazista koromban államosították, tehát utolsó osztályt már ilyen államosított gimnáziumban jártuk végig, tehát de hát egyiknek se vettek föl. Itt a hibát ott követtem el, akkor már édesapám, ugye, aki mondtam, hogy edző volt Dorosbán, de 45 után ő nem jött oda vissza, hanem Pestre ment a rokonokhoz. Kezdetben jegyzőknek nem volt annyira nagyon kellemes visszamenni a régi falujukba, de nem hiszem, hogy a apám miatt mondjuk nem vettek volna föl, csak egy nagy hibát követtem el, beírtam a kérdőívre, hogy hova küldjék az értesítést, beírtam az Endrődi címet. Ugye az édesapám, vagy nagypapám, ilyen nagy gazdát, 70-80 volt földje volt, tehát 7 gyerek kell, ugye nem volt nagyon sok. Tehát onnan jött tulajdonképpen a rossz vélemény, valószínűleg, ami miatt ugye nem kerültem be az egyetemre. Hát itt volt egy nagy döntő változás, nagyon döntő változás értemben, hogy hogyan tovább. Tehát akkor én már aktívan futballoztam, és a Dorozsmai Egyesület akkor jutott föl az MB3-ba, és hát ugye, mint a Dorozsmai, aki már az egyetemi csapatban már futballoztam. A lényeg az, hogy ott ajánlottak föl nekem egy ragyogó sportállást, ami abban állt, hogy 3 műszakban kell dolgoznom a textilgyárba. De hát ez ugye csak 1-2 hónapig volt, mert nem lehet egy futballistának ugye 3 műszakban dolgozni, és ugye 2-3 hónap után kiemeltek, és akkor egy másik ragyogó beosztást kaptam, a csinosabbnál csinosabb szövő lányoknak köldött vezetnem a terv teljesítést, hogy hogyan álltok, hogy ki teljesít a 90%-ra, 110%-ra,
Hát kicsit, ugye, kicsit azért szubjektív volt ez a grafikon jelzés, hát gondolhatjátok, hogy, hogy azért a csinosabbaknak ott azok jobban teljesítették a tervet, mint a kevésbé csinosak. És az édesanyám az nagyon meg volt velem elégedve, nem tudom hány száz pengőt kaptam fizetést, és mondta is, hogy fiam, neki nagyon jó állásod van, nem kell neked egyetemre menni, már mindig attól félt, hogy nem bír tanítatni. Hogy hát abban a tanítói fizetésből a 45 után azért nem volt az a nagyon nagy, ráadásul volt az inflációs időszak is, vagyis a pénzünk romlása. Na, tehát azért bennem volt valami, nem a nagy ambíció, csak hát úgy éreztem, hogy azért ennél azért többre kellene jutni, úgyhogy másodszor is próbálkoztam, és akkor emlékezünk arra, hogy a labdarúgás az nagyon nagy dolog volt, és a dorozsmai csapatnak az elnöke, az a Sarnyai Vencel volt, aki a Szegedi Párbizottságnak volt a tagja, az autójavítónak a Kálvári utcában annak volt az igazgatója, tehát a Vencel bácsi egy nagyon erős ember volt. Lényeg az, hogy be is ment ő akkor annak a dékáni hivatalba, és föl is vettek. Úgyhogy innentől kezdve kezdődött a vegyészi pálya. Kik vették észre először kutatói ambícióidat, és kik voltak a példaképek a fiatal kutatói időszakodban, és még tovább megyek egy kicsit a kérdések sorában. Milyen volt a tudományos műhely a szervetlen kémiai tanszéken? Milyen volt annak a szelleme, amikor te fiatal kutatóként oda kerültél? Gyuri, nagyon sok kérdést tettél fel, hogy próbálj sorban. Tehát a kutatói vélámat azt hiszem senki nem vette észre, mert hát hogyan is vették volna észre. De hát akkor a évfolyamunknak a fele már harmadéves korában már bent dolgozott különböző intézetekbe, és legjobb tudomásom szerint a Barta Lajos adjunktus úr ajánlott engemet a Csányi László adjunktus úrnak, aki ugye itt van, és aki ugye professzor lett, ugye a Csányi László adjunktus úrnak, hogy itt van két gyerek, aki esetleg használható lenne a laboratóriumban. Hát nem tudom, László, hogy emlékszel rá, de mindesetre én tudom, hogy rövidnadrágba jelentem meg ezen a megbeszélésen, és a Mátyási Jóska barátommal mentem be a Csányi adjunktus úrhoz bemutatkozni, aki pedig a tudós képű fiú volt, tehát minden láthat, minden azt mutat, de tényleg az is volt a Jóska barátom, hát én egyáltalán nem voltam, mert ráadásul rövidnadrágban mentem vastag futballista lábakkal, tehát én az érzésem, hogy a Lászlónál nem tettem jó benyomást, és nem tudom, hogy igaz vagy nem igaz, de később ugye azt is hallottam, hogy azt mondta a László, hogy hát jó, néhány hétig itt lesz ez a fiú, hát addig is méricskél valamit, és akkor legfeljebb, hát akkor majd helyette másik. Na most, de hát mondom, mindenféle kutatói ambíció nélkül kerültem én oda, csak hát ha beajánlottak, akkor ugye kaptam egy témát, ami nem volt annyira lelkesítő, ilyen ezüst oxidokat költ előállítanom, nagyobb vegyi értékű ezüst oxidját, ilyen preparatív munka volt, és ezüsttel kell dolgozni, tehát én anya ügyes nem voltam, tehát aki ezüsttel valahogy dolgozott, az tudja, hogy ha egy rossz mozdulat, és akkor csupa ezüst a kezünk, a labor, ott én az egész labor beezüstöztem, tehát nem sokáig ki is raktak abból a laborba aztán. Na, lényeg az, hogy tehát nem volt annyira lelkesítő ez a téma, de itt valószínűleg itt a sportolói magatartás domborodott ki bennem, mert egy sportoló az mindig győzni akar, tehát azért megy ki a labdarúgó pályára, hogy ő győzzen, tehát én nem szerettem csak lárpullár futballozni, én mindig győzni akartam, ez későbbi labdarúgó pályafutásomon is előállt. Valószínűleg ez, vagy pedig valami családi géneimbe örököltem valamit, na mindesetre én azt a témát meg akartam oldani, és meg is oldódott, és abból lett egy tudományos dolgozat, amire Csányi László adjunktus úr rávett engemet is. Na most ez azért jelent valamit, mint az ember látja a nevét, és akkor ott a Szabó Zoltán akadémikus, aki a intézetnek az igazgatója volt, az bejött a laboratóriumba és gratulált. Tehát ezek azért biztos, hogy jelentettek valamit, és a döntő dolog azért a következő évben történt, mert a negyedéves koromban Csányi László adjunktus úr egy más témába von be engemet, mégpedig az indukciós reakcióknak a kémiájában, ez egy csodálatos kémia, úgy nem akarom, nagyon szívesen beszélnék róla, de ennek az volt az óriási előnye, hogy az embernek minden mérésnél gondolkozni kellett. Tehát nem egy preparatív kémia volt, amikor esetleg nem biztos, hogy mindig kell az embernek az agyát járatni, de ez egy csodálatos téma volt, tehát úgy érzem, hogy ez egy döntő momentum volt az életemben, hogy én a kutatóvá váltam, mert akkor nagyon sokat beszéltem a Csányi Lacival, és rögtön mentünk haza esténként, tehát számomra ez az első, ez a negyed-ötödi év, amit itt ővele dolgoztam, az borrasztó sokat számított, és ráadásul ezekből jött is ki valami, tehát nagyon sok dolgozatot írtunk ugye közösen, vagyis hát nagyon sok dolgozat rákölt az én nevem is, már hallgatókoromban is, és ez azért biztos, hogy jelentett bizonyos
hát erőt, vagy pedig valamilyen jó érzést. Most érdekes, ugye hát akkor én már javában futballoztam, és hát tehát mondjuk én kellemesen emlékszek vissza a 50-es évekre, annak ellenére, hogy hihetetlen nehéz évek voltak, de ugye mi elszakadtunk a nagyszülőktől, szülőktől, tehát mi nem éreztük itt, amikor mi diákok voltunk, hogy milyen keserves kínok között élnek esetleg a nagyszüleink, akikről elvettek mindent, és nem maradt már neki csak az asztal, még az ágy. Tehát elég mozgalmas volt ez a diák év, és nagyon sokszor én késő este dolgoztam, mert ugye délután ugye edzések között járnom, és legnagyobb gondom tulajdonképpen ez a késői fönnmaradása az volt, vagy a laboratóriumi munkával, hogy hogyan jutok ki az intézetből, mert egy hallgatónak nem volt kulcsa, az nekünk nem járt. Tehát a Szabó Zoltánnak volt egy ilyen 2 méter, 50 cm magas hát testőre és mindenese, a kis Pista bácsi, aki lent lakott az alagsorba, tehát őt körött fölcsöngetni. Na most ugye 11 órakor, vagy 11 óra után ugye megnyomni a csöngőt, hogy én ki akartam jutni az intézetből, amikor a Pista bácsi az alagsorba, egy hatalmas nagy köpenybe hihetetlen mort képpel ugye kijött, ez volt a legnehezebb pontja az egész napnak, hogy valahogy ezt megúsztam annélkül, hogy ő engemet nem csap agyon. Na most, de valószínűleg a kis Pista bácsi azért elmondhatta a Szabó Zoltánnak, hogy van itt egy őrű hallgató, ugye aki hát éjszakánként még bent dolgozik. Tehát lehet, hogy ezt a Szabó Zoltán azért megtudta. No, tehát mindesetre ezek az évek voltak a döntő évek, és a következő döntőfordulat az volt, mert ugye intézetben hely nem volt, hogy fölvettek aspiránsnak a Szabó Zoltán mellé, ami egy nagy kihívás volt, mert akkor behívtak bennünket katonának végzés után, tehát mi 55 márciusában végeztünk, és ott egy-két hónap múlva elmentünk katonának 3 hónapra, és akkor Szabó Zoltán mondta, hogy adjam be a aspiránsi kéremet, mert státus nincsen, az egyetem az tégedet úgyse akar, tehát itt az a lehetőség, hogy itt maradjál, hogy fölvegyenek aspiránsnak. Most ez az aspiráns vezetőnek is elég sokat jelentett, mert ők kaptak azért tiszteletdíjat az aspiránsok után, tehát az intézetben már 2 aspiráns volt, a Gál Dezső és a Márta Feri. Na most a Kiskun Halasról, katonaságtól kaptam néhány napos engedélyt, hogy aspiráns fölvételi vizsgára elmenjek Budapestre, akkor az aspirantúra ez még nagyon komoly dolog volt, tehát olyan, hogy akkor is a 3 ösztöndíjat kaptunk. Tehát ott kiindult 6 idős akadémikus, legalábbis nekem hihetetlen idősnek tűntek akkor legalábbis. 6 idős akadémikus, és akkor én ott voltam, és akkor nekem ott bizonyítani kellett. Na most ugye el kell mondanom azt, hogy az én lexikális tudásom az nem túlságosan nagy. Múltkor egy akadémiai üdülőben vallottam be ezt, amikor valaki egy agykutatásról tartott, agyunk működésről tartott előadást, egy üdülő, csak esténként vannak mindig előadások, és akkor bevallottam, hogy még a feleségem 200 költemény kívülről tud, én egyetlen egyre nem emlékszem, és nagyon szégyellem magamat, hogy a magyarázátok még, hogy miért vagyok én ilyen. Na most, de ugyanezt tulajdonképpen azért lett, hogy a kémia bizonyos részeire is vonatkozik, mert ha én levizsgáltam utána, nem vagyok benne biztos, hogy sok minden maradt az agyamba. Na tehát számomra ezek a vizsgák azért nem voltak annyira könnyűk, most az volt az óriási szerencsém, valószínűleg Szabó Zoltán elmondta a 6 idős akadémikusnak, hogy ez a fiú most katonáskodik, és nem anyagot kérdeztek tőlem, hanem adtak egy ilyen problémát, hogy hogyan oldanám ezt még. Tehát majdnem olyan kutatási probléma, hogy hogyan oldanám még ezt a gondot, hogyan fognék hozzá. Hát akkor már azért agyam az ilyen szempontból már azért jól működött. Na és erre valószínűleg jól válaszoltam, mert azt mondta a bizottság, ezt a Szabó Zoltántól tudtam később még, hogy tehát én szerepeltem a legjobban, de hát ennek ellenére persze nem akartak fölvenni, mert akkor általában 2 embert vettek fel a kémia területén, vagy a fizikai kémia területénről. Na de a Szabó Zoltán azért volt annyira erős, hogy ezt nem hagyta, és elment a akadémia akkori elnökét, az a Rusznyák akadémikus volt, és addig csatázott vele, míg a végén fölvettek. Tehát ez igazából, ha akit annak idején fölvettek aspiránsnak, az azért elindult a kutatói pályán. És ugye a következő lépés az volt, hogy most is a PhD studenteknek ugye 3 évig kapják az ösztöndíjat, mi is 3 évig kaptuk, csak egy különbség volt, hogy az aspiránsi vizsga, az érzésem sokkal komolyabb volt, mint most a doktorandusznak az érzésem, hogy könnyebb talán vizsgázni, mint nekünk volt akkor. És az internetben az volt a szokás, hogy akit fölvettek aspiránsnak, egy évig nem csinált egyetlen kísérletet se, hanem csak tanult. Tehát a Szabó Zoltán mindig kiadta nekem a következő hétre a leckét, egy ilyen 2 vastag fizikai-kémiai könyvből, és akkor hetenként egyszer följött hozzám a laborba, fogta a könyvet és kikérdezett. Na, nem volt egy nagyon kellemes dolog. És akkor még mondta, mi van itt az ábjegyzetben. Na de ez egy,
eléggé unalmas időszak, hát persze ezt én nem bírtam elviselni, úgyhogy elkezdtem partizánkodni, és számos analitikai dolgozatot írtam, volt egy harmadéves egyéb hallgató, akit beszerveztem. Tehát ebben az egyéves időszakban, amikor igazából tanulni kellett volna, akkor azért én jó pár dolgozatot összehoztam analitikai kémia területéről. Most a nehézség ugye az volt, hogy a Szabó Zoltán akadémikus új témát adott nekem, olyan témát, amelyet az internetben senki nem művelt. Tehát a Szabó professzor akkor ugye az akadémikusok azok nem voltak annyira putácskák, mint mi vagyunk, tehát hogy ilyen bizonyos szűk szakterületet ismerünk, csak ugye ő egy nagyon széles látókörű vegyész volt, aki tudott sok mindent a gázkinetikáról, ez volt az igazi szakterülete, Mendelejev, vagyis periódusos rendszert alkotott, oldat kémiába publikált, és akkor ehhez még hozzáadott azt, hogy foglalkozzunk a szilárd anyagokon lejátszódó reakciókkal, ami teljesen új terület volt neki és az intézetnek is. Ma itt a szegedi kémiai intézetekben majdnem mindenki katalízissel foglalkozik, akkor senki nem foglalkozott ezzel a területtel, és én kézzel lábba tiltakoztam, hogy professzor, ez én nekem halvány dunszom nincs erről a területről, tudtam, hogy őnek is sok volt, úgyhogy hogy nem lehetne, én az oldalt kémiában sok mindent tudok, de hát ugye nem volt arra lehetősége az embernek, hogy ott befolyásolja. Ő akkor sokat járt konferenciákra, és hallotta, hogy kint ez a félvezető oxidok katalitikus sajátságának vizsgált, ez egy nagyon modern terület. Na, lényeg az, hogy ez egy kemény vállalkozás volt, ugye a Délusról kezdeni, aki most eljön a laboratóriumba, az már a harmadik generációs műszerparkunk van, tehát alapján másképpen néz ki az egész dolog. Hát ezt igazából szinte két év alatt kellett ezt a kandidátus értekezést megírni erről a területről, vagyis a kísérleteket elvégezni és megírni a disszertációt. Mai napig is tudom, hogy ez hogyan történt, mert ebben a disszertációban volt biztos 5 dolgozat. Csak ugye az érdekesség az, hogy Csányi Lacival volt legalább 10 publikációm, amit ugye én nem használhattam föl. Elvileg éppen fel lehetett volna a kandidátusi értekezésre használni. Volt ilyen magán partizánkodásban, vagy 8-10 dolgozatom, tehát összesen volt 20, de mégis más területről körülött ugye 5-6 új dolgozatot létrehozni, hogy kandidálhassak. Hát így indult ez a kutatói pálya. Hogyan fejlődött ki benned a teljesítmény iránti igény? Hogyan hatottak rád a fokozatok szerzésének kihívásai? És hogyan alakultak ki a témáid, amiket műveltél? Hát ez a Szabó Intézet egy kitűnő intézet volt, tehát csak el kell mondanom, hogy nagyon sok egyetemi tanár nőtt fel abban az intézetben, becsésem szerint 5 vagy 6 akadémikus lett abból a csoportból később. Tehát az intézetben ott a teljesítés és a munka egy teljesen természetes dolog volt, tehát Szabó professzor hihetetlen módon tudott bennünket dolgoztatni és foglalkoztatni. Tehát azt, amit ő megcsinált annak idején velünk, ugye lelkes fiatalokkal, akik ugye 50-es évek bejutottunk az egyetemre, azt mi valószínűleg azt a módszert mi nem alkalmazhatjuk. Tehát ő megcsinálta azt, hogy nem tudom én, júniusban megkérdezte a titkárnőt, hogy ki mikor megy szabadságra. A titkárnő mondta, hogy ki mikor megy szabadságra. Na jobban azt mondja, hogy a Solymosi Fritzi az nem menjen szabadságra, mert tudja az, hogy szeptemberben van egy konferencia. És akkor Solymosi Fritzi nem ment szabadságra, nem mondta, hogy maradjak ott, hogy nem akarsz itt maradni, mint ahogy esetleg most kérnénk esetleg a fiatal munkatársainkat. Ez szóval nem mondta, hogy teljesen természetes volt, hogy mivel szeptemberben van egy konferencia, akkor végig kell dolgozni az egész nyarat. Tehát más volt ugye az akkori hozzáállásunk. No, tehát ez egy kitűnő intézet volt, és ugye példaképünk volt mindnyájunknak az egy bizonyos mértékig Szabó professzor, aki mondom, rendkívül széles tudású ember volt, és ott azért mindnyájunknak be kellett bizonyítani, ha már ő magához jött bennünket, ez egy első lépés volt a részéről a bizalomnak, de tudományos munkánkkal kellett bebizonyítanunk, hogy alkalmasak vagyunk az ő bizalmára, és tényleg jó kutatók vagyunk, tehát sokan ugye először neki akartuk ezt bebizonyítani, ez volt az első lépés, és itt bizony keményen kell dolgozni, hogy ő mondjuk, őnek a dicséretét hát elnyerjük. Tegnap a szegedi SBK-ban volt egy nagyon érdekes 30 éves jubileum, és a Strau professzorról több visszaemlékezés elhangzott, és valaki azt mondta, nem lett az Alföld akadémikus, hogy Strau professzornak egy gyönge pontja volt, hogy nem tudott dicsérni. Tehát ő mindig tulajdonképpen kritizálta a munkatársait, és mindig megtalálta azt az apró hibát, amit föl lehetett hozni a munkatársának. Tehát nagyon nehezen tudott tulajdonképpen dicsérni és jót mondani.
Az a vélésem, a Szabó professzorban is ez azért dominált. Én emlékszem arra, hogy volt olyan eset, amikor mondjuk esetleg az ember kitalált valamit, elvégezte a kísérleteket, megírta a dolgozatot, és oda vitte neki, és akkor ugye leszólta, mert talált benne három fogalmazási hibát, vagy pontatlanságot, és akkor megkérdezte, hát figyelj, mikor tanulsz már még magyarul, akkor magyarul írtuk, és valaki lefordította később. Hova járt az iskolában? Hát professzor a szomszédban, a sárga épületben, a piaristákot. Tehát te mindig talált egy-két dolgot, ami nem lehet, hogy picit lehangolt, azt hitte, hogy majd mostan valamilyen dicséretet fog bevasalni, és erre kapott néhány dorgálást. Most az a nagy baj tulajdonképpen, hogy én is örököltem ezt a szokásomat, és itt néhány munkatársam ezt tudja, hogy én sem nagyon tudok dicsérni, és eddig mindig szégyellem is magamat emiatt, különösen akkor, amikor az ember elmegy egy amerikai egyetemre, és ott végigül egy szemináriumot, ahol a témavezető, az internetvezető, hát olyan dicshimnuszokat zeng a fiatal munkatársának a előadásáról, a munkájáról, hogy az fantasztikus. Tehát az az érzésem lehet, hogy ez biztos, hogy nagyon jó, de a mi hozzáállásunk sem biztos, hogy előrevívő, tehát valahol meg kellene találnunk a kettő közötti középutat, mert most egy más téma, de az a gyanúm, hogy a középiskolából is kikerülnek a gyerekek kevés önbizalommal, tehát hogyha az ember így nézi, egy amerikai középiskolás, az tele van önbizalommal, azok annyira proudok mindenre, még ha nem tud semmit, csak kosárlabdázni, de ő már egy kitűnő hallgatója annak az iskolának, mert ő tud kosárlabdázni. Hát nálunk, hogyha valaki tud kosárlabdázni, és hülye a latinból, matematikából, az gyakorlatilag nem veszik emberszámra. Tehát kialakul a középiskolás korba, már iskolás korba egy eléggé deprimáló érzés bennünk, tehát néhány kiváló hallgató mindig van az osztályban, de az osztály túlnyomó része, nem vagyok benne biztos, hogy nagy önbizalommal megy az egyetemre, és későbbiekben is olyan nagy önbizalommal kezdi végezni a tevékenységét. Tehát lehet, hogy ez iskolai nevelés, vagy ez a hozzáállása a szüleinknek, tanítómestereinknek, ez is hozzájárulhat ahhoz, hogy én úgy érzem, hogy átlagosnál mi magyarok hát pessimistábbak vagyunk, ez nem egy nagy megállapítás, de talán kevesebb, kisebb önbizalommal is ügyködünk, mint nem tudom, a nyugati honfitársaink. Most nem tudjuk, mi volt a kérdésednek a másik? Hogyan hatottak rád a kihívások, a fokozatok szerzésére? Hát itt végeredményben, itt olyan légkör volt ebben az intézetben, hogy ott mindjárt nagyon szorgalmasan és aktívan dolgoztunk, és ez teljesen természetes dolog volt. Persze az internetnek volt egy olyan része, amelyik tulajdonképpen nem tartozott az internet krémjéhez, a Szabó Zoltán őket terhelte jobban talán oktatással, és akik pedig ugye aktívabbak voltak, azokat talán kevésbé. De azt hagyd mondjak néhány, gyűjtöttem magamban, hogy ha valami kellemes emlékem van ebből az időszakból, hát sok van, de hát például az éjszakai bennmaradásoknak azért volt hátránya is. Tehát nem felejtem el, amikor egyszer április 30-án, az azt hiszem, nem tudom, hogy milyen nap volt, azt hiszem, szombati nap volt, az lényeg, késő estig bent dolgoztam, és egy nagyon kis, egyszerű kis üvegreaktorom volt, a reaktort vízzel között hűteni. És amikor hazamentem, akkor nem hallottam, hogy a víz csobog, tehát hogy bement a víz a csapról ugye a reaktorba, és onnan egy másik gumicsövön pedig visszament a kagylóba. És éjszaka megerősödött a víznyomás, lenyomta a gumicsövet a reaktorról, és azt jelenti, hogy tulajdonképpen ömlött a víz a laborba, és a Szabó Zoltán szobája, és a konyhája, és a laborja, a sitting roomja, az pontosan az én laboratórium alatt volt. A lényeg az, hogy teljesen elöntötte, csurgott lefele, úgy látszik, ezek az épületek így vannak megkreálva, és május 1-én következett másnap. Na most én, mivel késő este mentem haza, nem volt szándékom bevallom, hogy május 1-én kivonuljak. Tehát borotváltanul csörgettek, hogy körülbelül 8 órakor, fél 9-kor a kis Pista bácsinak a fia, hogy azonnal menjek be a intézetbe, mondom, Szent Isten, csak kikör vonulnát, mondom, most miért nem nézik ezt már, hogy én most nem vonulok ki. Nem a kivonulás miatt, hanem árvízzel elöntötted a Szabó Zoltánnak a laborját. De lényeg, hogy beértem arra már, ugye a május 1-i kivonulókat az fölrendelték, azok szépen eltüntették az árvíznyomokat, de hát, tehát akkor már mérges. Tehát azért kaptam egy prémium elvonást. Most a másik ilyen jelentősebb ténykedésem az volt, valami oknál fogva, nem tudom miért, de az én technikai képességeimről rossz vélemény alakult ki, hogy minden tagja az intézetnek valamilyen reszort felelős volt. Tehát volt, aki a könyvtárért volt felelős, volt, aki a műhelyért volt felelős, volt, aki nem tudom én, az üvegtechnikáért felelős. Az én felelősségem
a hőmérő volt. Tehát nekem költ a hőmérő, az volt a legértékesebb műszer annak idején, a hőmérő. Hőmérőket költ rendbe tartanom. Ez ugye azzal járt, hogy évben egyszer volt leltározás, amikor én ez a 2,5 méteres Pista bácsival végignéztük az internetből, megvan-e minden hőmérő. Na most voltak nagyon értékes hőmérők, azokat a Szabó Zoltán bent tartotta az ő lakosztályába. Azt csak azt nagyon nehezen lehetett megkapni, ilyen 600 fokig mértek, tehát azt csak külön engedéllyel lehetett hozzájutni. Na és hogy meg kellett nézni, az volt az én feladatom, hogy megnézem, hogy a 6 hőmérő benne van, vagy nincsen. Mondom, hű, de csodálatos hőmérők, és erős vétem, soha nem láttam ilyet. És visszaraktam, utána rácsuktam a födért, csak egy hibát követtem el, hogy a higganyház az kimaradt, és amikor rácsuktam a födőt, akkor a higganyház szépen levágta. Ebből katasztrófa lett, ebből internet értekezlet lett, amiben ugye a Szabó Zoltán kifejezte, hogy ilyen borzalmas munkát nem lehet végezni, hogy a legértékesebb darabját az internetnek én lefejezem. Ez is prémium elvonása járt. Aztán, most ha még egyet engedtek, akkor a harmadik akkor volt, hogy akkor mi nem utaztunk, ugye mostan a 60-as, 50-es évekre vonatkozik. Szabó professzor ugye sok konferenciára járt, de hát akkor ezek az utazások, ezek nagy eseményt jelentettek az internet életébe. Tehát amikor elment Prágába előadást tartani, akkor utána összehívta az egész internetet, 40-50-en voltunk, és akkor mi társasztályra hallgattuk, hogy a Szabó professzor volt Prágában egy nemzetközi konferencián, és elmondta az élményeit. Például azt a legnagyobb élmény az volt, hogy Prágában lehet Szardíniát kapni. Hát mi teljesen el voltunk képedve, hogy ez egy fantasztikus ország lehet. És na, tehát ő mindig beszámolta a kinti utazásairól, hát később aztán ugye, hogy haladtunk, akkor már nem csak Prágába jutott, hanem Spanyolországba is elment egyszer, és attól függött az ő utazása, hogy a magyar ifjúsági válogatott teljes létszámba föltűnik, vagy esetleg valamelyik tartalék nem jön ki. Tehát ott várt Ferihegyen, hogy most ki, most az nem tudom, 20-valányos keret ad, most teljes létszámba megjelenik, vagy nem. És óriási szerencséje, valaki nem jött el. Tehát bejutott a repülőgépbe, csak egy pehe volt neki, hogy a ifjúsági labdarúgók közé ültették. Na most ugye ez egy régi vágású professzor, ugye nem tudom, aki ismeri, az tudja, hogy ez számára ez milyen kint jelentett. És amikor lelkesen beszámolt erről a spanyolországi útról, és akkor elmondta, hogy képzeljétek, hogy micsoda borzalmas dolog volt, hogy ezekkel az ifjúsági labdarúgókkal költ együtt utaznom, és ráadásul tőlük függött, hogy én most elrepülök Madridba, vagy nem repülök Madridba. És akkor igazából el is borult a képe neki, és akkor, mert annyira rossz emlékei voltak, és úgy lassan, hogy elszomorodott, és neki gyönyörű könyvtárban szervetlenki intézetnek, és napos, én ugye az egyik fél végén ültem, és ugye csöndben hallgattam, és amikor a Szabó Zoltánnak hirtelen eszébe jutott, hogy Szent Isten, van neki egy futballistája. És akkor rám nézett, akkor már éreztem, hogy baj van. Figyelj, de még mindig futballozol? Ó, nem professzor, már majdnem abba hagytam, már ott vagyok, hogy abba hagyom. Na, tehát, de igazából nem sokára után abba is kellett hagyni. No, tehát ez a, még talán egyet elmondok, hogy annyira sok kiváló ember volt ebben az internetben, és egymással való beszélgetéseink is nagyon hasznosak voltak, akkor az az érzésem, hogy sokkal jobban érdeklődtünk egymás kutatása iránt, mint talán most. Most ugye az ember csak a saját speciális szakterülete után érdeklődik, hogyha valaki mással foglalkozik, arra már nincs ideje. De akkor azért mi kicseréltük egymással a gondolatainkat, tehát ilyen sok beszélgetéseket folytattam, annak idején a Beck Miska barátommal, aki egészen más területtel foglalkozott, komplex kémiával. Na most ez a beszélgetés ez úgy zajlott le az elején, hogy sétáltunk, na most ő akkor volt, nem tudom, 20-valány éves, de már olyan lassan sétált, mint egy 80-valány éves aggasztján, ami számomra az nagyon nagy nehézséget jelentett. No, tehát ez ugye elmondta Miska a komplex kémiában az újabb, mindig nagyon ragyogó eredménye volt, mindig irigyeltem, mert sose tudtam mondani semmi ragyogó eredményt. És akkor amikor megvártam, hogy mély lélegzetet vett, és akkor én is elkezdtem mondani az én mondókámat, de ott kiderült, hogy tulajdonképpen fogalmunk se volt arról, hogy mit mondott a másik. És ezzel hamar rájöttünk, na és akkor legközelebb azt csináltuk, hogy idefelé, vagy ide figyelsz, amit mondok, vagy nem mondok semmit. Na és akkor ebből azért lett valami, mert érdekes dolog, annyira azért a kémia érzékünk volt, hogyha kényszerítettük a másikat, hogy hallgasson meg, akkor azért bele tudtunk egymás dolgaiba szólni. Tehát ez egy csodálatos intézet volt, és biztos, hogy nagymértékben hozzájárult az ottani alkotói atmoszféra ahhoz, hogy ott nagyon sokan jó kutatókká váltak később. Hát akkor tovább. Akkor ugye az volt a megállapodásom Szabó professzor, hogy a heterogén katalízis területén, ott lassan-lassan az a csoport nőtt, abban a témakörben ott közösen közlünk mindent, és én elkezdtem
a saját témámat, mégpedig a szilárd új témát, a szilárd anyagokban lejátszódó reakciókkal foglalkozni. De hát ezt ugye csak hallgatókkal tudtam csinálni, mert a csoport többi kutató tagjait azt ugye a közös témába kellett foglalkoztatni, még a technikusunkat is talán. De hát hallgatókkal elkezdtem vizsgálni a szilárd anyagoknak a bomlását. Bánsági Tamás talán ő is ebbe bekapcsolódott, aki itt van. És tehát ez egy óriási, hát ugye sok minden szerencsém múlik. Azaz anyag, kerestünk egy olyan anyagot, olyan szilárd anyagot, amelyeket, hogy hozzákeverek egy másik szilárd anyagot, akkor ennek a bomlása, stabilitása megváltozik. Hát mondom, egyszerűen próbáltam kifejezni, és tulajdonképpen megtaláltunk egy olyan anyagot, ez az ammónium perklorát. Fogalmunk se volt, hogy ez az anyag ez mennyire fontos, vagy mennyire nem fontos, de ennek a stabilitása rendkívül érzékeny volt arra, hogy én van egy kis szennyező atomot, vagy oxid, vagy nincsen. És kiderült hamarosan, hogy az ammónium perklorát a szilárd rakéta hajtó anyagok legfontosabb alkotó része. És akkor éreztük ezt, mikor hát lassan tehát rájöttünk arra, amikor irodalmaztunk. Na, lényeg az, hogy ezen a területen 10 évig dolgoztunk, és végén azt írtam egy könyvet is angolul erről. Hát mondjuk ez a téma hozott változást azért az életemben, mert nem tudom, hogy első, vagy második, vagy harmadik dolgozatunkat a Nature-be közöltük. És hát ennek a területnek ugye abban az időszakban ez egy nagyon fontos terület volt, amikor ugye a verseny volt a két világhatalom között, hogy kikerül hamarabb a világűrbe. Tehát a hajtóanyag kémia és a úgynevezett propellant, ez a hajtóanyag, a rakétahajtóanyag kémia az egy nagyon erősen támogatott terület volt az USA-ban, tehát nagyon sok egyetemen foglalkoztak ezzel. Minden két évben volt egy speciális konferencia, amelyik ezzel az égéssel foglalkozott. Na, lényeg az, hogy erre azt engemet egymás után meghívtak, valószínűleg ezeknek az eredményeknek a hatására, és tulajdonképpen tehát ez egy új terület volt. Tehát itt úgy érzem, hogy ez volt az a témakör, tehát jobban, mint a katalitikus munkánk, azzal nem jutottunk annyira, talán nem törtünk be annyira a nemzetközi évvonalba, talán, mint ezzel a szilárd fázisú reakciókkal folytatott kísérleteinkkel. Hát így most múltkor a Magyar Nemzet rosszul jelent meg, mert elmondtam, hogy ennek eredményeképpen aztán eljutottam Los Alamosba is, nem Los Angelesbe, Los Alamosba is, lehet, hogy én voltam az első magyar kutató ott, akit beengedtek. Hát most nem mondom el, hogy milyen keseresen intézte el a barátunk, aki meghívott. Persze egy titkokat azokat én abszolút nem láttam, mert ők inkább arra voltak kíváncsi, hogy hát én tudok nekik mondani valamit, de hát én sem tudtam semmi titkot mondani, mert mi mindent leközöltünk ugye az amerikai lapokban. Tehát egy lényeges dolog volt, azért ezt el kell mondanom, hogy a Szabó Zoltántól azt is megtanultuk, hogy nem szabad rossz helyen közölni. Tehát itt tegnap a biológus kollégám elmondták, hogy annak idején a Nemzeti Banktól, mi a Nemzeti Banktól, mai napig nem tudom, a Nemzeti Banktól kellett engedélyt kérnünk ahhoz, hogy kiküldjünk dolgozatot nyugati lapokban. Hát én igazából én két olyan esetre emlékszem, hogy kértünk engedélyt a Nemzeti Banktól, hogy én sose kértem a Szabó Zoltán közösség, az biztos, tehát lehet, hogy az azért nem vették ezt olyan komolyan. Tehát a Szabó Zoltán rávett bennünket, hogy nem szabad itthon közölnünk, ugye akkor mindent leközöltünk magyarul is, de hát ez ugye nem külön közlemény volt, és mindent a legjobb lapokba közölni. Hát akkoriban először német lapokba közöltünk, de később aztán ugye átváltottunk az amerikai lapokra. Tehát ez biztos, hogy sokat jelentett, tehát a Szabó intézetnek a renoméját valószínűleg ez alapította meg, hogy az intézet a különböző területen dolgozó kutatók próbálták az eredményeiket a legjobb lapokban leközölni, és sok intézetben ez nem volt. Tehát ez később állt elő, tehát ez egy döntő dolog volt, hogy jobban ismerték talán a mi eredményeinket, mint esetleg más intézetek eredményeit. Tehát ha arra kérdésedre, hogy valószínűleg ez a téma hozta az első nagyobb ismertséget, és utána, tehát én volt egy időszak, amikor majdnem minden évben elmentem a USA-ba, és de hát rájöttem arra, hogy igazából az se elég, ha az ember nyugati lapokba közöl, az se elég, hogy elmegy nemzetközi konferenciára, mert még mindig könnyen elfelejtik a kinti kollégák, el kell menni őket is meglátogatni. Tehát azt csináltam, hogy minden évben, vagy második évben, amikor volt egy konferencia, utána vagy 8 vagy 9 egyetemet meglátogattam, hogy lehetőleg 10 előadás kijöjjön, és még végig látogattam azokat az intézeteket, ahol hasonló területtel foglalkoztak. Tehát ez azért is jelentős volt, mert nem csak, hogy én ismertem meg, hogy ők mit csinálnak, hanem ők is megismerkedtek a mi eredményeinkkel, és akkor tulajdonképpen ugye a kintiek nagyon könnyen negligálják a
szegény országok kutatóit és a kutatási eredményeit. Na de most, hogyha ez a strange magyar itt állandóan föltűnik a mi laborjunkba, akkor már ugye nehezebben tudtak elfelejtkezni rólunk, mert fönnállt a veszély, hogy jövőre újra megjelenik, és akkor számon kéri, hogy miért nem hivatkoznak ránk. Milyen tudományos eredmények alapján szerezted meg 1982-ben az akadémiai tagságot? Igen, tehát ezt a szilárdanyag bomlásával kapcsolatos kutatásainkat ezt kb. 10 évig csináltuk, és akkor ez a téma úgy befejeződött. Ez a könyvvel zártuk le tulajdonképpen ezt a témát, és akkor én visszajöttem, akkor már Szabó Zoltán 68-ban elment Budapestre, és akkor visszajöttem a heterogén katalízisre, de azzal a különbséggel, hogy ilyen nem csak a katalitikus reakciókat vizsgáltuk a klasszikus módon, hanem arra is kíváncsiak voltunk, hogy mi történik atomi szinten a felületen, tehát itt ez új tudományágat próbáltam meghonosítani, ez a felülettudomány, és ugye lassan-lassan kinkeserves körülmények között elkezdtük építeni az úgynevezett modern elektronspektroszkópiai módszereket. Hát ez egy óriási kihívás volt, mert ugye egyrészt ugye szegény ország vagyunk, másrészt nagyon kevés támogatást kaptunk a kutatáshoz. Ezek a hatalmas nagy masinák, ha valaki eljön, az óriási nagy fém készülékek ezek nagyon sokba kerülnek, tehát ezt a laboratóriumot itt létrehozni, ez majdnem reménytelennek tűnt. Na most két dolog segített, azon kívül, hogy most azért el kell mondani azt, mert még elfelejtem a végén, hogy a Szabó Zoltán segítette a tanítványait, hogy kijussanak, tehát most ugye elfelejtkeztünk, nem tudom, a nemzetközi tanulmányutakról, tehát minden épkézláb ember kijutott külföldre, ő szerzett mindnyájunk számára meghívást. Így jutottam én ki 62-64-be a Cavendish laboratóriumba, Cambridge-be. Ugyanúgy én is arra törekedtem, hogy a munkatársaimat kijuttassam külföldre, mivel itt magyar ösztöndíjat elnyerni nem volt túlságosan könnyű, tehát a Szabó Zoltán példáját követtük, tehát a baráti kapcsolatok révén ugye szereztem az én kiváló munkatársaimnak meghívást. Tehát azt jelenti, hogy az a 4-5 ember, vagy 6 ember, az a törzskar, az tulajdonképpen 2-3 évet nagyon jeles külföldi intézetbe eltöltött, és haza is jött. Na most ennek itt jön egy taktikai fogás, amit már többször elmondtam, hogy kiderült, az hamar rájöttünk, hogy tulajdonképpen egyetlen egy nyugati alapítvány van, az amelyik nem csak ad, hogy jó ösztöndíjat ad, mert ez a Humboldt alapítvány, hanem még meg is jutalmazza a jól dolgozó kutatókat ajándékműszerrel. Na most, amikor erre rájöttünk, akkor már a haditerv is ugye készen volt, annak, hogy nem publikáltam ezt a haditervet, lehet, hogy most beszélek először. Na most, akkor már sajnos az volt a nagy baj, hogy a Humboldt ösztöndíjat csak úgy lehetett elnyerni, hogy az ember itthon, vagy a jelölt itthon pályázott, akkor köröztül ment az akadémián, ösztöndi tanácson, és akkor azokat továbbította tovább az ösztöndi tanács, amelyeket ő jónak tartott. Az én három kiváló emberem valami oknál fogva soha nem esett a jó kategóriába. Pedig mind a három kiváló volt, tehát mind a háromnak a pályázatát visszautasították. Tehát itt jött a személyes kapcsolat és a bátor vállalkozás, hogy ezeknek azután a kinti barátok révén szereztem Humboldt ösztöndíjat, és ezek annyira jól dolgoztak, akik most ilyet kaptam, hogy mondjam a nevüket, tehát Erdély András, Berko András, Kis János, ők voltak a Humboldtosok, sajnos a többit is itt kellett volna kiküldeni, de ezt a hibát elkövettük, hogy nem Humboldt alapítvány pénzéből finanszírozták őket. Na és mind a hárman annyira kiválóan dolgoztak, hogy 100-120 ezer márkás ajándékműszerrel jöttek haza. Most tessék elképzelni, a 70-es években 150-120 ezer forintot kap valaki, és háromszor 120 ezer forintot. Ez egy óriási segítség volt. Na most a másik, ugye ez most egy szakmai dolog, hogy ezeket a hatalmas nagy fémből álló készülékeket ugye úgy építettük, hogy tulajdonképpen ezekből az ajándékokból megvettük a műszereknek a szívét, és itt egy kitűnő vákuumipar volt az izzóba, azokkal pedig megcsináltattuk a pumpákat, meg ezeket a nagy fémkamrákat, tehát igazából ezeket a készülékeket összeépítettük. Tehát azt jelenti, hogy egy-két ember a csoportban állandóan épített, még a csoportnak a másik része, mint az őrült dolgozott, mert ugye valamit produkálnom költne, különben ugye eltüntetnek bennünket. Tehát egy nagyon kemény időszak volt, de most hát büszkén állíthatjuk, hogy valószínűleg Közép-Kelet-Európa legmodernebb felületvizsgáló laboratóriumunk van. Hát most lehet, hogy lassan majd nem lesz modern, de mindesetre nemrégiben modernnek tekinthető, mert nem egy, hanem legalább 5 különböző módszer áll a rendelkezésünkre. Most ezt csak azért engedjék, hogy mondtam el, hogy tulajdonképpen
Tehát ebben a nehéz időszakban is lehetett előre jutni, csak meg kell találni annak a módját, és a pesti kollégák azok mindig csak beszéltek arról, hogy ha nekünk lenne, nem tudom, egy ozsé módszerünk, mi mindent tudnánk csinálni, hát közben hát neki már régen volt, csak nem mondtuk el mielőtt még ugye minden készen nem lett volna. Tehát hát ez volt a módja annak, hogy egy modern felületvizsgáló berendezést, laboratóriumot hozzunk létre, és valószínűleg, mert a kérdésed az volt, valószínűleg ezen a területen elért eredmények is hozzájárultak ahhoz, hogy aztán végén bejutottam az akadémiára, habár ugye 82-ben jutottam be, de a Szabó akadémikus már 77-ben javasolt, utána javasolt 80-ban és 82-ben. Na most, tehát 77-ben azért még ezzel a módszerrel nem álltunk nagyon jól. Az érdekessége az volt, hogy 77-ben valamilyen központi utasítás jött az akadémiára, és aminek az volt a lényege, hogy most az akadémikusok ne versenyezzenek, hogy kinek jut be a jelöltje, hanem valami oknál fogva valami központi szerv kiválasztott minden osztályon egy-két embert, akikre rábólintottak, és nem nagyon akarták azt megengedni, hogy a többi akadémikus itten a jelölteknek a sokasságát dobja be. Na most ugye ez egy szabálytalan dolog volt, és ez ellen kézzel lábbal tiltakoztak az akadémikusaink, hogy ez egy nem szabályos, az akadémia ellentétben az akadémia alkotmányában, stb. A FIV-MAT osztály kivételével azonban minden osztály végén rábólintott és végezetben beletörődött a sorsába. Tehát így aztán én nem kerültem a kiválasztottak közé, két igen jó kémikus választott ki valamilyen intézmény. Ez volt 77-ben. 80-ban pedig az volt a nagy baj, akkor ugye az akadémikusok azért erősek voltak, hogy ezt a központosító intézkedést megváltoztassák. 80-ban már nem volt semmi központi szabályzat, akkor mindenki annyi jelöltet terjeszthetett bányát akart. Ennek az azért az eredménye, hogy 80-ban egyetlen egy kémikus nem kapott többséget. Tehát 80-ban egyetlen egy kémikus nem váltottak akadémikussá. Ez volt az eredmény. Jött a 82, akkor már a szájentometria, amiről biztos akarsz kérdezni, akkor már a szájentometriát a tudományos eredmények értékelés, ez egy amerikai módszer, amelyik lassan-lassan begyűrűzött a vasfüggönyön keresztül ugye hazánkba is. Tehát ott 10 jelölt volt, és a Beck Miska volt akkor az osztályelnök, aki a tudománymetriás módszerrel ezeknek a jelölteknek a teljesítményét értékelte, és akármilyen faktort is vett figyelembe, úgy tűnt, hogy mindegyik faktor figyelembe vételével én kerültem az első helyre, tehát nem jelent semmit sem. Ennek ellenére persze nem nagyon akartak engem elfogadni, de most az volt a nagy szerencsém, hogy azt a kollégát akarták akkor behozni az akadémiára, aki a 10 közül az utolsó helyen állt. Úgyhogy ez azért nehézséget okozott, tehát mondjuk az első helyezettet semmiképpen se favorizálták, na de itt az osztálynak a szakmai ereje volt azért olyan, hogy bár bejutott a 10. is, de azt nagy keserésen kapcsolt áróként bejutott az első is. Tehát tulajdonképpen ennek köszönhető, hogy paraszthajszálon bekerültem. Éppen erre vonatkozna a következő kérdésem, hogy mindenki, többen itt tudjuk, hogy jelentősen hozzájárultál ahhoz, hogy a tudományos teljesítmény mérhető legyen, és hogyan lehet azt mérni. És azt is szorgalmaztad, hogy az akadémiai támogatások a teljesítmény arányában kerüljenek kiosztásra. Most az lenne a kérdésem, hogy hogyan fogadták ezt a pályatársat? Igen, na most a tudomány metria hazai elterjedésének a pápája az a Braun Tibor, aki az akadémia könyvtárában dolgozott, legutóbbi 10 évben korábban az ELTE-n. Tehát ők, nekik van óriási érdemük, hogy az amerikai módszer hazánkban is lassan-lassan elterjedt. Most érdeme van még ennek az elterjedésben a Márta Ferinek, aki annak idején az akadémia főtitkára volt, és később a Láng Istvánnak, aki szintén főtitkár volt. Tudnilik, az elterjedését nem tudták volna megakadályozni, de késleltetni tudták volna nagyon erősen, hogyha ők nem bólintanak rá erre a módszerre. Na, tehát még eredményben a tudomány metriát azt átvette a mi országunk is, és ugye mindinkább próbáltuk a teljesítményt a tudomány metria módszereivel értékelni. Ugye ennek nem egy ördöngös dolog, mert ugye kiderült az, ugye, hogy vannak értékes folyóiratok, és vannak kevésbé értékes folyóiratok. Tehát az a jó, akkor használjuk föl jó az állam pénzét, ha a tudományos eredményeinket azokban a lapokban közöljük, amelyeket mindenki olvas. Tehát rosszul használjuk fel a kapott támogatást, hogyha olyan lapokban közlünk, amit nem olvas senki se. Tehát ez egy világos dolog.
bármennyire is világos, ez nem volt annyira könnyű ezt itthon azért elhitetni és elfogadtatni. Másik dolog pedig valószínűleg, hogy azok a alapkutatási eredmények érnek talán, óvatosan fogalmazok, többet, amelyeket sokan használnak, amelyekre sokan hivatkoznak. Tehát ez a hivatkozások száma és a tudományos folyamatok értéke, ezek voltak azok a faktorok, amelyeket ugye a tudománymetriában ugye figyelembe vettek. Na most ennek a hazai elfogadtatása, ez nem volt annyira könnyű. Tehát mi nem voltunk annyira önzőek, akik ugye már régóta Szabó Zoltán instrukciója alapján nyugati lapokban közöltünk, és hogy ki is derült, hogy tulajdonképpen, mikor a tudománymetriában a fölmérték a tudományos tevékenységét, hogy azok a csoportok, intézetek, kutatók állnak jól nemzetközi viszonylatban, akik kint közöltek, mert ezeknek az eredményéről tudnak. Na most egy önző dolog volt volna, hogy mi hallgatunk, mi továbbra is közöltünk volna a nyugati lapokban, és erről egy mukot nem mondunk itthon, azok, akik nem tudják azt, hogy tulajdonképpen nem egy ördöngös dolog, hogy ennek ez a módja, hogy a tudományos eredményekről a világ tudomást szerezzen, de ők változatlanul rossz lapokba közölnek. Nem ezt csináltuk, hanem azt, hogy az akadémián néhányan tényleg hosszú évekig kemény csatákat vívtunk a magyarországi kutatók publikálási stratégiájának a megváltoztatása érdekében, az első lépés, második pedig az, hogy a teljesítményt itthon is értékeljék, tehát oda kerüljön a nagyobb támogatás, azok a kutatók, kutatócsoportok kapjonak, érjenek el jobb körülményeket, amelyek, akik ugye nagyobb visszhangú dolgozatot tudtak ugye írni. Na most ez egy kemény csata volt, és hosszú évekig tartott, de én úgy érzem, hogy ez a csata győzelemmel végződött, mert országosan megváltozott, ugye különösen most a természettudományokról beszélünk, megváltozott a publikálási stratégia, a zuglapok mindenütt megszűntek, ugye, és azok a kollégák, akik korábban ilyen kevésbé ismert lapokba közöltek, rájöttek arra, hogy igazából el tudják adni az eredményeiket a jobb lapokban is. Tehát ezen a területen igazából sikerrel számolhatunk be. Ahol nem értünk el azért olyan nagyon nagy sikereket, az a teljesítmény és a támogatási összhang megteremtése. Ezen a területen még mindig vannak gondjaink, bár az OTKA ugye az azt nézi, hogy milyen tevékenységet fejtett ki a pályázó a korábbi időszakban, de mivel annyira kevés az az összeg, amit az OTKA szétoszt, igazából most se tudja azért honorálni azoknak a munkáját, akik esetleg a nemzetközileg is a élvonalban vannak. Tehát ez az elismerés és az ösztön megteremtése, ez azért még mindig zökkenőkkel jár. Most már nagyon eltelt az időnk, de talán még egy utolsó kérdést szeretnék föltenni, hogy bár én gondolom azt, hogy minden szaktudománnyal foglalkozó kutatónak megvan a politikai hitvallása, mégis nagyon kevés olyan kutató vagy tudományokkal foglalkozó ember van, aki ezt a politikai véleményét le is írja, publikálja. Az utóbbi időben napilapokban nagyon sokszor láttuk a cikkeidet, amelyben hát politikai állásfoglalásodat adott politikai kérdésekkel kapcsolatban kifejtetted. Mi késztetett erre? Hát igen, erről nagyon hosszasan tudnék beszélni. Most szabad elmondanom azt, hogy igazából először az ember ugye tudománypolitikával kezdett foglalkozni, és elmondtam tulajdonképpen az erőfeszítéseinket. Miután azt mondom el, hogy az első akadémiai hozzászólásom az 80 évben hangzott el, és ezt a Szent Ágostai akadémikusnak a akadémiai közgyűlésen elhangzott beszéde váltotta ki, mert 80 évben azt mondta a Szent Ágostai akadémikus, hogy a tudománymetriát azt nyugaton manipulálják. Most ez még az előző téma azt tartozik. Ez engemet eléggé fölizgatott, mert tudnék, hogyha mi elfogadjuk azt, hogy a tudomány metriát nyugaton manipulálják, akkor semmi esélyünk nem lett volna, hogy itthon ezt a tudomány metriát bevezessük. Tehát ez egy nagyon nem sikerült mondata volt a Szent Ágostai akadémikusnak, és az első mondatnál egy eléggé sikeres hozzászólásom azt bizonygattam, hogy én azt elfogadom, hogy az amerikaiak elsősorban az amerikaiak dolgozatára hivatkoznak, és alig-alig veszik figyelembe a nyugat-európaiakat, még kevésbé japánokat, és legkevésbé a vas háló függöny mögött lévő kutatókat. Ki a csuda hivatkozik egy szegény ország egyetemén folyó kutatónak a munkájára, különösen azt tudják, hogy hát hol van Szeged, ugye. Tehát van egy ilyen jellegű hozzáállás a gazdag országokban, hogy a gazdag országok eredményét veszik figyelembe. Éppen ezért, hogyha valaki hivatkozik ennek az elzárt országnak, akkor még ugye elzártak voltunk a kutatásaira, akkor az valami csak jelent.
Tehát ezért én ezt hozzászólásban nagyon keményen támadtam, és azt is megkérdeztem tőle, hogy tessék szíves mondani, elnök úr, hogy a csodában manipulálja egy vidéki magyarországi egyetem kutatója az egész világot? Hát hogy nem tudok elmenni New-Zélandba, ahol nekem az a kollégám van, aki éppen azzal foglalkozik, amivel én, vagy Ausztráliában, hát a világon különböző helyeken vannak azok a kutatók, akik azonos témával foglalkoznak, mint én. Na a lényeg az, ez volt az első ilyen jellegű íromány, vagyis hozzászólás, ami megjelent a magyar tudományban. És hát utána minden évben én itt az akadémikus iskoláimtán emlékeznek rá, tehát itt a Lengyel professzor a legöregebb akadémikus, de minden évben én hogy megszólaltam tulajdonképpen a közgyűlésen is, és mindig választottam olyan témát, ami mondjuk érdekes volt, és kicsikét próbáltam humorizálni. Tehát bizonyos mértékig ilyen sikerem is volt, talán a rendszerváltozáskor elhangzó hozzászólásomban nem volt akkor a sikerem, kicsit politikai éle volt neki, na mindegy. Na, és tehát ezeket ugye leközöltem a magyar tudományba, és utána ugye jött a rendszerváltozás, amikor mi nem voltunk itthon a rendszerváltozás előtti két évben, tehát 88-89-ben, mi két évig Németországban, USA-ban voltunk, tehát mi hazajöttünk, itt teljesen más világ volt. Mindenki már elkötelezte magát valamelyik politikai erőhöz, nem is volt hely már egyetlen egy pártba se, mindent lefoglaltak, de tényleg így volt, egy pesti kollégám akart az MDF-be belépni, és kiváló kolléga, most lesz akadémikus, májusban, és elment a különböző, nem különböző, hanem elment az MDF irodába, hogy ő be akar lépni az MDF-be, és ott egy ékszerész volt az MDF helyi elnöke. És megkérdezte tőle, mivel foglalkoztak, azt mondta, hogy biológusra nincs szükségünk, nekünk jogászkör. Lényeg az, hogy nem is fogadták el, tehát egyszerűen elveszett. Tehát mondom, akkor már nem volt hely egyetlen egy pártba se, tehát én sem tudtam magamat elkötelezni sehova se. De hát tulajdonképpen az én politikai akadémiát írogattam azért ebben a 99-es időszakban is, nem egy-két cikket, tehát mondjuk egyik az kavart fel egy kicsikét, amikor a kiváló írónk azt állította, a Spiegelbe adott egy interjút, és akkor azt mondta, hogy Konrád György, hogy itt mindenki, csak nem mindenki kollaborált. Hát most ennek nem annyira tetszett ez a kollaboráció szó, mert mi nem azért maradtunk itt, sokan, akik nem értettünk egyet, hogy a régi politikával, mert mi kollaborálni akartunk, hanem azért maradtunk itthon, mert ide tartozunk, de sok mindent lehetne mondani ezzel kapcsolatban, de hát ugye nem, én nem éreztem azt, hogy itt bármi vonalon mi kollaboráltunk volna. Tehát ezzel, na most így lassan az ember ugye beleinvolválódik ilyen dologba, és annak ellenére, hogy ahogy soha nem gondoltam volna, hogy én valami ilyen fizikai módszereket alkalmazok, mert utáltam a fizikát, azt tudtam, hogy a fizika, azért mentem a fizikusnak, a kémiáról nem tudtam, hogy milyen, azért mentem a kémikusnak. Tehát, de annak ellenére érdekes, hogy az embernek a pályája hogyan alakul, mert ugye a Cambridge-ben én fizikai intézetben dolgoztam, a Cavendish laboratórium az fizikai intézet, hogy én hogy kerültem fizikai intézetbe, aki igazából nem olyan sokat tudtam a fizikáról, ez egy külön érdekesség. Tehát ugyanúgy én nem voltam valami kiváló valaki a fogalmazás vonatkozásában, és ezt a Szabó Zoltán ugye számtalanszor megkérdezte, amikor talált két-három hibát a dolgozatomban, hogy hol is tanultam középiskolában. No. Na de az ember kénytelen sok mindent megtanulni, és ugye elkezdtem ugye írogatni, tehát a döntő fordulatot, tehát be kell vallanom, hát most picit azért körpolitizálni, másképpen nem tudok erre a kérdésre válaszolni, ugye azt hozta, hogy 94-ben ugye történt egy drámai politikai változás az országban, és én ott elkezdtem dolgozni azért a jobb középér, hogy utána hogy itt más történjék még. Tehát én elköteleztem magamat elég erősen mondhatnám, hogy a jelenlegi kormánykoalíció iránt, és hát ennek után sok szerencsés vagy szerencsétlen következménye lett, mert hát aztán bekerültem mindenféle bizottságba, ami akkor alakult az írásaim hatására a Nemzeti Körtől, amelyik egy nagyon elit kör, nem tudom, 12 tagja van, a Márdi Feri is tagja volt neki, meg Makovec, meg ugye a külügyminiszterünk is tagja ennek, meg sok más valaki is, akkor a Batthyány kör, mert mondtam, hát ez a kis papíron rajta van, hogy hova mindenhova kerültem, sőt ugye a 97-98-ban akkor a Fidesznek a tanácsadó testületébe is behívtak, vagy meghívtak, akkor alakult tulajdonképpen, tehát én is ott mindjárt első ülésen ott voltam, úgy hívták, hogy Vének tanácsa, ugye ebben a Vének tanácsában tulajdonképpen volt 5-6 emberről, akik tudtuk, hogy ők majd miniszterek lesznek, tudtuk, hogy a Martony János lesz a külügyminiszter, Gog lesz az egészségügyminiszter, tehát az nagyjából tisztában voltunk azzal, hogy ki mindenki lesz. Hát
miért páran voltunk olyanok, akiknek ilyen kilátásai nem voltak, akiket így bevontak, ilyen volt, nem tudom, Taxner Ernő, Batyányi Körnek egyik ilyen alapítója. Aztán, hogy a Hámori Jóska miért került be, azt nem tudom, mert ő ugye nem írt semmit, de ő is benne volt. Azt én kerültem én is ebből a bizottságba bele. Hát itt mondjuk én összejöttem ezekkel a politikusok, akik most élen vannak. Tehát, mint ahogy emlékeznek sokan rá talán, hogy a Világszövetség égisze alatt, fedőnév alatt, mondhatjuk így, fedőnév alatt itt egy jó pár nagy politikai ülést is szerveztem annak idején. A miniszterelnöknek ugye legalább két nagy gyűlést szerveztünk itt Szegedben, és a harmadikon pedig a püspök úrral mondtunk valami laudációt. Tehát így az ember elkezdett ugye írogatni, és a lányom vagy a fiamnak a vizsgálata szerint lehet, hogy ebben a 97-98-as időszakban ugye hát a Magyar Nemzet volt az a lap, amelyik ezt a jelenlegi kormányt támogatta, annyira hálás is volt ez a kormánynak, hogy meg is szüntette ugye ezt a lapot, mert ugye ez már nem Magyar Nemzet, elnézést. Na, tehát lényeg az, hogy tehát lehet, hogy a szerkesztőség vagy a Magyar Nemzettel semmiféle jogi kapcsolatban lévő közírók közül, tehát lehet, hogy én írtam ebbe a 98-as időszakban, vagy úgy néz ki, hogy én írtam a legtöbb ilyen publicisztikát. No. Tehát ez nekem nagyon szép időszak volt, mert volt egy célom, és a reputációm is viszonylag nagy, jó volt ebben a politikus körbe, és az eredmény is megjött, mert végre a jobb-közép koalíció ez megnyerte a választást. Hát ugye sokan azt gondolták, hogy én valamilyen funkció után törekszem, hát nem törekedtem, mert utána pár héttel később ugye kimentünk, volt egy meghívásom Münchenbe, és az 98. januártól esedékes, hát most fél évet én feláldoztam a haza oltárán, mert 98-ban a választási májusban volt, de a második felét azt már nem akartam feláldozni, tehát feláldoztam ezt a professzori fizetést, ami ugye össze-vissza van 60 ezer márka volt akkor, ez a fél évre, ez volt a haza oltárán. No. Tehát ugye azt hittem, hogy én be is fejeztem a ténykedésemet, meg is ígértem a családomnak többször, hogy mostan abba hagyom ezt a közírást. És tehát nem tudtam abba hagyni sajnos, ugye? Tessék? Így, nem tudtam abba hagyni, mert ugye kintről nézve a helyzetet, mindjárt rájöttem arra, hogy nem biztos, hogy minden jó történik, és akkor kicsikét ugye átálltam, emiatt lehet, hogy most nem szeretnek már annyira fiúk, ha bár még mindig időnként valószínűleg addig még rajta vagyok a protokoll listán, mert nem volt ideig valószínűleg kihúzni a nevemet. Na lényeg az, hogy elkezdtem ezt a szeretve kritizáló írást. Na most ugye győzött ez a jobb-közép koalíció, na most hogyan tovább? Tehát ugye most két milyen út át egy ilyen közíró, elkötelezett közíró elé, hogy dicsimuszokat zeng ugye a jelenlegi kormányról. De hát az a helyzet, hogy mivel emberek vagyunk, ők is azok, mi is azok vagyunk, tehát hibákat ugye mindjárt követünk el. A régi koalíció is elkövetett, ezek is elkövetnek. Na most ugye az embernek mi a lehetőség, ilyenkor esetleg ír levelet a régi politikus barátainak. Ezt én csináltam, én Münchenből csináltam, amikor éreztem, hogy valami nem tetszik, akkor én megjegyeztem. Azóta rájöttem, hogy ezek a levelek soha nem jutnak el a címzethez, az már nagyon rájöttem, mert ugye hatalmas nagy titkári kör van, amelyik leblokkolja ezeket a leveleket, és nem is biztos, én gondolkoztam azon, hogy kicsit bántott ez a dolog, hogy lehet, hogy jól is csinálják, mert most mi történne akkor, hogy mindenféle polgárnak a levele eljutna a miniszterelnökhöz. Hát az katasztrófa lenne. Persze itt azért lehet esetleg disztingválni, hogy esetleg a Vének tanácsának egy-két tagja van, aki nem lett miniszter, hogy esetleg a Vének tanácsának a egy-két tagjának levele esetleg eljuthatna miniszterelnökhöz. Tehát nem nagyon biztos, hogy eljutna. A legutolsó élményem az, hogy most, tehát időnként azért találkozok ezekkel a kiváló politikusokkal, tehát most ugye a Széchenyi Kossuth-díj bizottságban benn voltam, és akkor itt még előtte, tehát utóbbi fél évben egy párszor ebédőztem a miniszterelnökkel, és akkor elmondtam neki, például a legutolsó kezdeményezésünket volt a Szegedi Batthyány Körösöknek egy ilyen kezdeményezése, nem volt a nagy jelentőségű, hogy el is késtünk vele, hogy a parlamenti képviselők számát jól lenne, hogy redukálnák. Tehát minden pártelnöknek elküldtük a mi fölhívásunkat, amit aláírt majdnem minden Szegedi Batthyány Körös, hogy kérjük a pártokat, hogy ne hagyják abba a tárgyalást, mert nincs nekünk 376 vagy 87 képviselőre szükségünk, 100-an nyugodtan csökkenthetnék a számot. Na most itt többen nem mertik aláírni, mert hát a vezető kormánypártnak nem ez a nézete, hát én lekontrolláltam, tehát ők teljesen egyetértenek velünk. És elmondtam a miniszterelnöknek az egyik ebédben, hogy
miniszterelnök, hogy mit szólsz ehhez, hogy tulajdonképpen nekünk volt ez a kezdeményezés. Nagyon jó, azt mondja, mi is egyetértünk vele. Igazából minden pártelnök egyetértett vele, kiderült a végén, tehát nem történt semmi. Na mondom, akkor jól van, gondoltam magamban, odaadom én neki azt az egy oldalt, ez a fél oldalt, amit a szegedi Batthyány körösök írtak. Hát, mint a másik oldalra is, hoztam neki, hogy odaadom neki, hogy mit is írtunk. Igen, akkor elkezdett beszélni, és akkor mellett ült a jobb keze, hát ugye sok jobb keze van neki, és akkor mondom, hogy miniszterelnökünknek akarom ezt odaadni. Rácsapott, berakta a dossziéba, életben nem kerül a miniszterelnökhöz, az biztos. Tehát, mint a villám megvédte attól, hogy ő elvonja a figyelmét a fontos dologtól. Itt láttam azt, hogy tulajdonképpen teljesen reménytelen a dolog. Na most azért nem annyira reménytelen, mert ugye a sok titkár közül az ember azért ezeket ismeri. Tehát van azért, mindenkinek van a jó kádere, nekem is van egy jó káderem, aki azért eljutatja oda az írományt, hogyha nagyon megkérem. Tehát azért na most onnan tudom, hogy azért amikor így találkozok, azért van, amikor reagál ezekre a dolgokra, és tehát azért eljutnak oda hozzá. No, tehát ez a szeretve kritizálás, amit én csináltam az elmúlt egy-két évben, ez nem annyira kellemes dolog, mert ugye a politikus barátok azért azt szeretik, hogy az ember dicséri őket, csak hát vannak egyrészt, én úgy érzem, hogy a szeretve kritizálás hasznosabb számukra is, mint hogyha én dicsinuszok az engednék a politikájukra. Hát valószínűleg nem vallják be, de igazából néha bevallják. De azért nem mond nagyon sokan, mert az ellenzék mit mond, az egyik dolog. Az ellenzéknek az a célja és az a szerepe, hogy a kormány mindig kritizálja, támadja. Na most ugye itt, hogy mennyire veszik figyelembe az ellenzéknek hangját, azt nem tudom. De amikor a hozzájuk közel álló hódulban is elmondja esetleg a kritikai észrevételét, az ember naív módon azt gondolja, akkor talán jobban elgondolkoznak rajta. Nem biztos, hogy így van. De azért volt ennek a két éves, három éves csatának volt azért egy olyan periódusa, amikor az embernek túl kellett tenni magát a párt szimpátián, vagy a politikai szimpátián, ez volt a kutatás és a fejlesztés. Tehát itt egy óriási csatát vívtunk, ugye, és vívtam is, amikor ugye meg kellett győzni ezeket a fiatal politikusokat, hogy mennyire fontos a kutatás és a fejlesztés. És ez egy kutya nehezen ment, mert ugye emlékezünk arra, tehát hogy 90, ezt elkezdtük az akciót 99 őszén, hogy a 2000-es költségvetésben már változtassanak. Most az sikertelen bizonyult. Tehát én nagyon sok mindent csináltam, hogy a Széchenyi Díjas akadémikusoknak is volt egy levele, erre azt is elértem, hogy az óra rá dugták a miniszterelnöknek, tehát a hajnali interjúban a keddi vagy szerdai reggel akkor erre reflektált is. Kijött az akadémiára először, akkor írtam neki, hogy mennyire fontos lenne, hogy ezen a területen változás történjék, és próbáltam politikai szempontokat előhozni, hogy mennyire fontos lenne a koalíciónak, hogy ezen a területen pozitív irányú változás történjék. Hát kijött az akadémiáról, ott mondott is jó szót azokról, az akadémikusokról, akik őket segítették annak idején, nem emlékeztek rá, segítették őket a választás előtt, de egyetlen biztató dolgok nem mondott a kutatásfejlesztés vonatkozásában, sőt üres zsákokról, mi lyukas zsákokról beszélt. Hát ugye, hát én ott akkor összeomlottam, nem tudom, aki emlékezik rá, mert sok emlékeznek ott az asztalon, ültem utána, amikor vége volt ennek a közgyűlésnek, és két dologban szomorkodtam, egyrészt, hogy nem sikerült rávenni őket, akkor nagyon-nagyon lenn voltunk. Én akadémiai kutatóim azok annyit kerestek, mint a jegykezelő a vonaton, tehát katasztrofális volt a helyzet, és ugye lenn voltunk a GDP-nek a 0,7-0,8%-át fordították kutatásfejlesztésre, az életben nem tudunk ilyen támogatás mellett fölzárkózni ugye a fejlett országokhoz. Ezt én ahányszor csak tudom, én mindig ezt éppen a miniszterelnök orrát dörgölöm, hogy a csodában nem jöttél akkor pozitív üzenettel, amikor, na most nem akarok ebbe belemenni, de lényeg az, hogy azért csak elértük a változást, mert egy évvel később, ugye gyökeresen megváltozott a helyzet, és ugye jövőre megint jobb lesz a helyzet, tehát azért valami eredményt csak elértünk. Most az teljesen lényegtelen, hogy ők, tehát itt sokan mondják, hogy oda se figyelnek, nem biztos, hogy nem figyelnek oda. A politikus soha nem fogja azt mondani, hogy ez azért történt ez a változás, mert nem tudom, te vagy te, hogy ezt éppen fölhívtad a figyelmünket, a csodát. Tehát ők mindent igazából tudnak, egy politikus mindent tud. Tehát az nem szükségképpen köl nekünk ez az elismerés, hogy minket mondják, hogy azért történt az egész, mert ti fölhívtátok a figyelmet, az nekünk nem fontos. Tehát úgy érzem, hogy ebben az időszakban kifejtett tevékenység az nem politikai tevékenység volt, hanem az ország érdekében történt. És itt kellett összefognunk mindnyájunknak, függetlenül, hogy ki milyen érzelmű, hogy ezen a területen ugye elinduljon valami változás. Ezért mondtam azt, hogy úgy érzem, hogy most már felszálló ágon vagyunk, mert jövőre még többet fordítanak erre a területre, és talán elérhetjük azt is, hogy a fiatal, tehetséges
kutatók azok eljönnek az egyetemre dolgozni. Mert tűnik, hogyha nem jönnek el, csak azok ki jönnek el dolgozni az egyetemre, akik máshol nem találnak állást esetleg. Most itt nagyon sok kiváló fiatal dolgozik, de itt azért tudjuk jól azt, hogy azért veszélyben van az oktatásuk, hogy 10-20 év múlva vajon a legkiválóbban fognak az egyetemeken oktatni, vagy pedig nem, vagy a középszerűek fognak oktatni. Tehát ennek az alapfeltétele az, hogy most nyerjük meg a legfiatalabbakat. Ez a mostani életményrendszer nem alkalmas arra, mert még most a fiatal most is többszörösét tudja keresni, hogyha elmegy ugye máshova dolgozni, de hát ha az elkötelezettek már meg tudnak élni vagy ebből a fizetésből, vagy pedig, ha nem is tudnak megélni, látják azt, hogy van kibontakozási lehetőség, és hogy valamiképpen mégiscsak jobban elismeri az alkotók, a kutatók, az oktatóknak a munkáját a mindenkori kormányzat. Hát ugye ez az a fő cél, hogy a következő kormányzat is elismerje ennek a szférának a jelentőségét. Mert különben az érzésem, hogy soha nem fogunk tudni fölzárkózni a fejlett országokhoz, mert nagyon jól tudjuk azt, hogy a magas életszínvonal a nyugati országoknak az messze menően a kutatás, fejlesztés kiemelt támogatásának köszönhető. Hát nagyon szépen köszönöm, elnézést, egy kicsit túlléptünk a időben, de köszönöm a válaszokat is. Akkor... Köszönöm szépen professzor uraknak ezt az őszinte és tényleg szívhez szóló beszélgetést.